Először is egy aranykotta díjvárományossal beszélgetünk. Jó estét! Jó estét! Anita! Ez egy különleges díj, amelyet ebben az esztendőben, sőt, jövő évben, ugye, mert ez 2019. januárjában lesz majd átadva, most már ezt hetedik alkalommal találták ki az ország okos színház tudorai, legalábbis akik ugye a zenei darabok, illetve a musicalek világában otthonosan mozognak. Mit kell tudni pontosan erről a díjról, illetve hát nekünk nyíregyháziaknak és a nyíregyházi Móri Zsigmond színházak miért különleges most a te jelölésed? Hát, azt nem tudom, hogy a nézőknek miért különleges a jelölésem. Nekem azért különleges, mert ilyen típusú díjra még sosem kaptam jelölést. Egyébként nem vagyok egy ilyen díjmilliómos, szóval tulajdonképpen nincs is díjam. Akkor éppen itt az ideje, hogy megtörjön ez a jég. Egyébként én annyit tudok erről, hogy a hetedik valóban, és hogy külön választották a budapesti előadásokat és a vidéki előadásokat. Uh-huh. Szóval az összes vidéki előadás versenyzik, illetve a jelöltek, azt hiszem 6 vagy 8 jelölt van, és akkor mindegyikből van egy férfi és egy női jelölt, illetve nem is mindegyikből, de vannak férfi és női jelöltek, és én vagyok az egyik, és ez tök jó. És az is tök jó, ugye, hogy a Móri Zsigmond Színház művészei eddig nem voltak erre a díjra jelölve, legalábbis, hogyha én na, hát te többet olvastam. Tudsz, mint én. Na, mindenképpen ez valami új dolognak lehet a kezdete, és nyilvánvalóan nagyon reménykedünk benne. Ettől függetlenül kik azok, akik jelölnek tulajdonképpen titeket, művészeket? Egy háromtagú bizottság van, Lakrúta Ladár, Nyitrai László, és ki is volt a harmadik? Te emlékszel rá? Nekem pontosan föl van. Vágó Zsuzsi. Vágó Zsuzsi, tényleg, igen. Színésznő. Tehát igen, akkor igen. Gyakorlatilag ez azt feltételezi, hogy ők azért megszűrték az összes darabot, vagy pedig csak úgy adhok módon bele-bele néztek előadásokba, és... Ennek a kimenetele számomra teljesen titkos, hogy hogyan jelölték. Hát gondolom, hogy megnéztek előadásokat, és aztán, vagy például Laciról tudom, hogy ő jár több városban is, nyilván mindig megnéz minden, nálunk is mindent látott, úgyhogy ennyit tudok erről a menetről. Na, akkor majd januárban, ha megtörténik a dolog, lehet, hogy egy kicsit több mindent is megtudunk majd erről a dologról. Ahogy mondtad, tulajdonképpen ugye nem vagy ilyen nagy díjtulajdonos, legalábbis eddig, viszont azt gondolom, hogy a közönség szeretete, a város szeretete, meg a maga az a dolog, hogy tényleg nagyon jó nektek itt élni Nyíregyházán, az nagyon sok szempontból kárpótol. Most hát közelegnek az ünnepek, mi is már itt talpig díszbe. Mi a helyzet a színház berkein belül, a színpadon érezhető ez, ilyenkor egy kicsit mondjuk kedvesebbek, toleránsabbak vagytok egymáshoz, mert hát azért ugye nagyon érzékeny ember a színház. Ünnepekhez egyáltalán, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Hát maga nyilván az, hogy neki készül, amellett, hogy nekem is például a főpróba hetem van most pont, és az érezhető, hogy hogyan vagyunk, hogy mindenki valami kis, nem tudom. Jó, tulajdonképpen tényleg egy kicsit kedvesebbek vagyunk. De nem kifejezetten... Tehát nem is úgy készülünk a karácsonyra, hogy mondjuk színpadon más történik, vagy ilyesmi, vagy aktualizálunk bármi ilyesmit, hanem csak az ki most akarném, hogy mondanék egy történetet, de nem mondhatom, mert még titok, amin éppen dolgozunk egy kollégámmal, egy csoda, tehát ő olyan, mint egy két lábon járó karácsonyfa, boldog, sugárzik és szervezkedik, tehát ő rajta például kifejezetten érezhető, uh-huh. hogy most karácsony van, és ettől nekem is ilyen érzésem van. Egyébként pedig nem tudom, hát mindenki fél lábbal ilyenkor otthon van, vagy a fejünk fele egy kicsit azon töpreng, hogy a családunkkal, hogy tudunk majd együtt lenni, és várjuk is nagyon-nagyon-nagyon. Lehet személyesen esetleg kérdezni, hogy Persze. milyen lesz a te karácsonyod itt Nyíregyházán? Vagy az én karácsonyom az mindig vándorlós. Mindig elmegyünk a Tomi szüleihez, a férjem szüleihez, mindig elmegyünk az én szüleimhez, a keresztgyerekemhez, éppen megszületett gyerekeket látogatunk itt-ott a barátainkhoz, hogyha el tudunk menni, vagy szilveszterkor, szilveszteri találkozást szervezünk, bár most idén játszunk a két ünnep között is, főleg a,
a férjem, úgyhogy vissza is kell jönnünk majd. De pont ezért a két ünnep közti munka miatt most nekünk is lesz karácsonyfánk, és ez nagyon jó. Bérkarácsonyfát fogunk szerezni. Ez milyen? Ez egy olyan dolog, hogy lehet, vannak olyan helyek, gondolom nem mondhatom el konkrétan, hol, mert ez a reklám, de vannak olyan helyek. De már így lehet, rákereshető az interneten, igen, hogyha bérkarácsonyfa, nyíregyháza, hogy lehet szavakat használunk. Igen, szerintem tök csodálatos, hogy van földlabdás fa, és mivel nekünk nincs kertünk, tehát nem tudjuk kiültetni, nem nekem kell vadászni embert, aki majd ezt megoldja, hanem vissza lehet vinni, és ők ezt elintézik. És ez nekem rettenetesen szimpatikus, mert a kivágott fák az nekem mindig egy kicsit szomorú, hogy ott hullatja le a tűleveleit, és egyre kopárabb lesz ez az egész látvány, ami igazából arról szól, hogy várunk valamit, ami szép, ünnepi, fényes, és ez a fának az életébe kerül, és így sokkal jobb, hogyha nem. Éppen ezen a héten itt az egyik újságíró kollégánk osztott meg ilyen dolgokat a közösségi oldalon, és iszonyú nagy horderejű vita keveredett pro és kontra élő és mű és egyéb fák ügyében. Úgyhogy, de én úgy gondolom, hogy végül is itt mindenki megtalálja a saját választását, a saját ünnepét, ugye attól függően, hogy mit érez fontosnak. A legfontosabb mégis az lenne, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és oda tudjunk egymásra figyelni. Annál is inkább, hiszen ugye már utána jön az aljos ünnep, jön a szilveszter, és jön a következő év. Említetted, hogy most főpróba heted van, akkor talán erről egy kicsit beavasd be minket, meg az új évbe, a 2019-es év mit tartogat még számotokat? Hát most nem sokára bemutatjuk az Oscart, holnap, ami egy vígjáték, várunk mindenkit nagy szeretettel, ahol egy rettentően komisz lányt alakítok éppen, akinek, hogy mondjam, a szíve előbb cselekszik, mint a szája és az agya. Ez vagyis a Sylvester Stallone-s film. Igen, hiszem, de hogy nem azt a verziót csináljuk, hanem az eredeti szappangyáros verziót, és szerintem szuper lesz, Simon Cornél rendezi, Puskás Tivadar a főszereplő, és szerintem nagyon szórakoztató lesz. Akkor egy kicsit magad is adod ebben a darabban? Egy kicsit ilyen életigenlő, nagyon megmondó. Életigenlőnek életigenlőek vagyunk mind a ketten, Jacqueline is, meg én is, de én nála némileg megfontoltabb vagyok azért, ezt lássuk be, hogy az ajtóstól a házban másik verzióját abba szoktam csinálni, mint ő. Uh-huh. Igen, tehát ő így, hát majd meglátják. Oké. Okay. Ez az egyik, aztán 2019-ben kezdek a Kékbolygóval, ami gyerekelőadás lesz. Gyanítom, hogy fogunk bábokat használni, gyanítom, ez múltkor bejött Baj Józseffel, aki majd rendezi, és utána pedig a Bob Herceg a következő nagy falat. Ami szintén zenés. Ami zenés. Igen, igen. Amennyit erről tudok egyelőre, az, hogy átdolgozásra kerül a történet, ránk is lesz szabva, ami mindig jó hír, és hát megint lehet sokat énekelni, táncolni, az jó. Nos, hát akkor Anita, én azt kívánom, hogy nagyon szép, fényes, ünnepi legyen ez az év, és a következő év is sok-sok sikert, tapsot és szeretetet tartogasson, és Arany Kotta ügyben pedig hát nagyon szorítunk, mert ugye most már kíváncsian várjuk majd az eredményt, amely valamikor 2019. januárjában megszületik. Köszönjük, hogy itt voltál, és én is köszönöm. Lényeddel emelted a fényét ennek a mai műsornak.